Daru emeli le a ratlakot a kamionról a libegő parkolójában. Ez tegnap délelőtt történt. Ma már teljes gőzzel dolgozott, simította a havat a magashegyi sípályákon. A libegő parkolójából egy teherautó szállította fel a gépet a magas hegyre. Darabokba érkezett, nem volt rajta a lánctalp, a túlólap elől, a hátul az a Fraser nevű szerkezet, ami karban tartja a havat, és hát több idő volt feljönni a teherautónak, mint amennyi idő alatt a szerelők itt összerakták. Tegnap megtörtént a beüzemelése, és ma már a kollégák dolgoznak vele. A 27 millió forintos beszerzést indokolta, hogy a már meglévő 30 évesnél idősebb ratlak nem volt megbízható. A meglévő több mint 30 éves gépünk egyre több hibával működik, egyre többet kell javítani, megáll, már pedig a síelők azok elvárják azt, hogy amikor ők idejönnek, vagy bármelyik sípályára, akkor tökéletes minőséget kapjanak. Ezt szerettük volna, és ezt szeretnénk megadni nekik, oly módon, hogy egy felújított, sokkal erősebb, modern gépet hoztunk sátorra a jóhelyben, amellyel valóban fantasztikus minőségű, alpok szintű pályát tudunk nyújtani az ide látogatóknak. A most beszerzett gép márkája megegyezik azzal, amelyen már korábban rendelkezett a kalandpark, ám ez egy sokkal modernebb darab, kevés üzemórával és jóval fiatalabb a korábbinál. A nagy különbség majd van egy úgynevezett csörlő a hátulján, aminek köszönhetően a fenti meredekpályát sokkal nagyobb biztonsággal, sokkal jobb minőségben fogja tudni karbantartani a gép. Szlovákiából, Túró-Szentmártonból tudtuk beszerezni, ahol egy hivatalos márka kereskedése van a Kászburer cégnek. A gyárilag felújított, teljesen tökéletes állapotban lévő masináról van szó, aminek 300 W típusjelzése, és tudomásom szerint ma Magyarországon ez a legnagyobb teljesítményű ilyen jellegű gép. A beszerzés pont arra az időpontra esett, mikor is a város a hétvégi hósóra készül, és a sípályákat a ratlakkal megfelelő minőségűvé tudják varázsolni. Most már csak két dologért kell izgulnunk, az egyik, hogy sokan legyenek, és ennek a folyamadványa, illetve az oka az előzménye kapcsán, hogy az időjárás olyan legyen, hogy eljöjjenek messziről is, mert egy szeles, hóhúvásos időben biztos, hogy nem fognak elindulni az emberek holnap sátorra, Jóújhelybe, a sípályáinkra, de amennyiben csak, idézőjelben csak hideg lesz, akkor várható, hogy sokan jönnek ide, és használják majd a mi pályáinkat. A Zemplén Kalandpark felkészülve várja a síelőket a hósóra.